sziasztok! Üdvözöllek benneteket Írországból. Mielőtt nekikezdenék a mondandómnak, egy számomra örömhírt szeretnék veletek megosztani. Akik közelebb állnak hozzám, vagy jobban ismernek engem és a családomat, ők már értesültek róla, hogy megszületett második unokám, Zara Maja lánynem. A lányunk ugyanis Írországban él, és ide ment férhez, és most jött a második unoka, úgyhogy kétszeres nagypapaként üdvözöllek titeket. Erre az örömhírre érkeztünk ki Írországba, ahol most egy hónapot töltünk vendégeskedve lányoméknál. És elhatároztam, hogy ezt az időt hasznosan fogom tölteni, és szeretném az ismerőseimmel is megosztani azokat az élményeket, amiket itt majd meg fogok élni ez alatt az egy hónap alatt. Így arra gondoltam, hogy készítek egy videósorozatot, amelyben bemutatom egy kicsit Írországot a festő szemével, az én saját szememmel, illetve azokat a részeket, amiket lehetőségem lesz majd megtekinteni ez idő alatt. Továbbá munka szempontjából is szeretném hasznosan tölteni az időt, emiatt úgy gondoltam, hogy készítek egy tanfolyam sorozatot, egy tanfolyamot, amit már régóta szerettem volna megcsinálni, és részben vázlatosan már el is készült. Egy olyan online festőtanfolyamról lenne szó, ahol a plein air festést tanítanám, a tájkép festést, és erről majd szeretnék egy pár szót beszélni. De most mindenek előtt itt köszöntelek titeket Beltörbetből. Beltörbet Írország északi részén található Cavan megyében, itt vagyunk. Ez az északi határtól 3-4 kilométerre vagyunk, egy olyan megyében, amelyik arról híres, hogy több mint 300 kisebb-nagyobb tó található a megyében, és az egyik legnagyobb folyója ennek a megyének, ez az Ern folyó, ennek a partján láthattok most engem. A hátam mögött ez a kőhíd, ez teljesen jellemző Írországra, ezek a boltíves kőből épített hidak, itt nagyon gyakoriak. Itt ebben a kisvárosban is van 2-3 ezekből a hidakból. Majd mutatok most a videó folyamán még több érdekességet, egy mezőt, ahol láthatunk, hogy tehenek legelnek, és a háttérben az ír táj, tipikus ír táj tekinthető meg. Egy kis utcaképet, ahol érdekes épületekkel és különleges üzlethelységekkel találkozhatunk. És hát az a csodálatos zöld, ami itt Írországban látható, ez egyedülálló. Mindenhol folyamatosan üdes zöldet tapasztalhatunk. Ez ugye a sok esőnek és a párás levegőnek tudható be. Tehát kicsit arrébb megyek, és majd folytatom ezt a felvételt egy másik szögből, mert nagyon hangos itt a folyó, és nem tudom, hogy mennyi lesz majd hallható a felvételen arról, amit mondtam. Közben hazaérkeztem, és itt, ahol lakunk, lányoméknál, a hátsó kertben fogom a videó többi részét megcsinálni, és majd úgy vágom össze ezeket a részeket. Tehát ugye az előbb láthattátok, hogy lent voltunk a folyóparton, ami itt az End folyó partján, egy nagyon szép kis kőhíd előtt. Meg akartam nektek mutatni ezt a csodálatos tájat. Aztán majd nem sokára most meg fogok mutatni még egy kis részt Írországból. Ezt a következő kis videó bejátszással tekinthetitek meg. Akkor, ahogy mögöttem, az előbb ugye már beszéltem egy pár szót arról, hogy milyen szép tájak vannak itt. Ez egy tipikus ír táj, ami mögöttem látható. Ez ott a Beltörbeti templom tornyok. Kettő templom van egymás mellett, egy régi és egy új templom. A régi templom az hamisítatlan ír templom, amiket a középkor óta építenek Írországban. Aztán itt van ez a csodálatos zöld mező, ahogy látjátok, fantasztikusan zöld itt minden, minden zöldebb, mint otthon. A tehenek, amik ott legelnek, azok szintén hozzátartoznak a tájhoz, tehát itt Írországban bármerre megyünk, mindenhol legelők vannak, és mindenhol tehenek és juhok
legelnek a fügön. A fa is jellemző, hatalmas fák vannak, meghagyják az öreg fákat, nem vágják ki őket, mint nálunk, így mindenfelé az országba léptennyomon óriási fákkal találkozunk. Tehát egyáltalán nem nagyon látni ezeket a fiatal erdőket, amiket nálunk, hanem inkább mindenhol az öreg matuzsálemi kort megélt tölgyfák, gesztenyefák hatalmas tömeggel vannak jelen, és ez nagyon izgalmassá teszi ezt az országot festőszemmel. És hát ugye a csodálatos zöld és ezek a legelők, a lankás dombok a fákkal tarkítva. Tehát lesz téma bőven, amit festeni fogunk. Itt pedig most néhány pillanatot szeretnék megmutatni itt az otthonom, az írországi jelenlegi tartózkodási helyem közelében. Kicsit kimentem az utcára, egy pár méter séta alatt is nagyon szép és érdekes látnivalót láthatunk itt az utcaképről, úgyhogy nézzétek meg ezt a videó bejátszást is. Tehát azt szeretném, itt éppen az ír Beltöbet egyik utcáján megyek, nagyon kiabálnom kell, mert nagyon hangos a forgalom, hangosak az autók. Később majd még egy külön videóban be fogok erről számolni. Most egy pár pillanatra szeretnék csak szót ejteni erről is, hogy fantasztikus a számomra az ír építészet, amely keveredik az angol száz építkezési módokkal, és ugye nyilván ír sajátosságokat is ötvözve ezzel. Érdekes formájúak és színűek az épületeik, a házaik, és így az utcáik is nagyon különlegesek, de ami különösen tetszik nekem, azok a kirakataik. Most fogok néhány ilyet mutatni, úgyhogy megfordítom a képet, és akkor végig sétálunk. Tehát megfordítottam a videót, ott szemben éppen egy templom, ott egy valamilyen egyházi dologhoz kapcsolódó épületet látunk. Nagyon jellemző, hogy mindenhol ezekből a kövekből építkeznek, ezekből a szürke kövekből, rengeteg épület készül ezekből a faragott szürke kövekből. A templomaik meg szinte kivétel nélkül ebből készültek. Szóval az üzletekre szeretném felhívni a figyelmet, hogy különleges a homlokzat része és a kirakatok, illetve a bejárati rész ilyen nagyon szépen faragott fából megformált, gyönyörű szép bejárataik vannak és kirakatok az üzleteknél. Nagyon nagy változatosságot mutatnak ezek az üzletek, mindenhol különböző színűre, gyakran élénk színűre vannak festve, és szépen ilyen faberakásokkal vannak díszítve. Ez például ez egy tipikus ír üzletnek a homlokzati része, amit itt látunk. Ez egy fodrász üzlet, meg kellett egy kicsit állnom, mert nagyon hangosak az autók, remélem azért hallotok valamennyit. Itt ez egy ilyen építkezési bolt, ez nem annyira jellemző. Ez egy kis ABC-nek az üzlete. Ez is nagyon különleges. Ez éppen ugye lila színű, tehát itt nagyon gyakran egy kicsit ilyen a magyar ízlésnek talán nem annyira megfelelő színekkel találkozunk. Gyakran lila meg rózsaszín színre vannak festve ezek a kirakatok.
Pedig megérkeztünk az Elm folyó hídjához, amiről ugye az előbb már bemutattam nektek. Ez pedig itt egy ír pub, ahol ugye látható a hirdető táblán, hogy Guinness-t árulnak. Írországban ugye a Guinness az egy nemzeti kincs, nemzeti büszkeség. Nagyon finom ez a barna sör, meg fogjuk majd kóstolni. Tehát ennek a pubnak a homlokzat része is fantasztikusan érdekes, és tipikus ír jellemzőkkel építették fel ezt is. Közben így körbefordulok, hogy lássátok az utcaképet is. Most pedig pár fotót, amit eddig fotóztam, még ugye két napja érkeztünk, úgyhogy nem sok mindent tudtunk megnézni, egy rohanás volt az egész, de már út közben, illetve ahol eddig jártunk, tudtam nagyon érdekes fotókat csinálni, úgyhogy egy néhány fotóból látható összeállítás így ízelítőként, úgyhogy tekintsétek meg a fotókat. Tehát ez csak egy pici ízelítő volt, amit eddig láttatok. Most egy hónapon keresztül az a szándékom, hogy itt a YouTube-on jó néhány videót fogok közölni, és érdekes dolgokat fogok megmutatni nektek, illetve elmondani, amiket tapasztaltam. Ugye egy hónapig leszünk itt, lányoméknál lakunk, úgyhogy szerencsések vagyunk, hogy ilyen hosszú időre ide tudtunk jönni. Természetesen egy hónap hosszú idő, ami nem telhet el munka nélkül. Én is dolgozni fogok, elhatároztam, hogy sok képet fogok itt festeni. Írországot a Jóisten is a plenner festésre teremtette. Azt már a korábban ugye mondtam, hogy így látom, és meg fogjátok látni majd, hogy mennyi csodálatos táj és különlegesség vár ránk, amiket tényleg a festő ecsetjére kívánkozik. Én meg ugye egy hónap alatt muszáj dolgoznom, hiszen nálam nincs olyan, hogy nem dolgozom, hiszen mindig festek vagy oktatok, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen csodálatos lehetőséget kár lenne kihagyni. Ahogy az előbb már említettem nektek, szándékomban állt már régóta egy plenner tájképfestés tanfolyamnak a prezentálása. Ugye a plennert eddig a festőtáborokba, az alkotótáborokba oktattam, amiket én szerveztem. Ugye évek óta, akik járnak hozzám táborozni, tudják, hogy a tájképfestésnek ez a plenner változata milyen különleges egy dolog. Most szeretném azt a tudást, amit ez évek alatt én magam is összegyűjtöttem a plenner festésbe, megosztani veletek, és kiegészíteni egy csomó olyan dologgal, ami még érdekes lehet. A tájképfestés ugye mindig abból indul ki, hogy valami nagyon fantasztikus és csodálatos tájat látunk, tehát nyilvánvaló, hogy a tájképfestéshez mindig vannak ízletek, bármerre járunk a világban, mindig vannak érdekes látnivalók, amelyek, akik fotóznak nyilván kamerával örökítik meg, a festők pedig ecsettel, vászonnal, festékkel szeretnék ezeket a látnivalókat megörökíteni, így a tájképfestéshez mindig van islet. Azonban a tájképfestésnek már korábbi tanfolyamokon többféle lehetőséggel és többféle oldalával megismerkedtünk. Most kifejezetten ez a tanfolyam arról fog szólni, hogy hogyan lehet a létező, élő, látható tájat átkonvertálni festménnyé. Milyen módszerekkel tudjuk ezt elérni. Ennek több megoldása van. Például dönthetünk úgy, hogy kimegyünk a szabadba, és amit látunk, azt megfestjük. Ez a plenner festés, amikor ott a helyben a kész komplett alkotást létrehozzuk.
dönthetünk úgy, hogy kimegyünk a szabadba, és mondjuk vázlatokat, rajzos vázlatokat, vagy kis apró, kisméretű festett vázlatfestményeket festünk az általunk látható tájból, aztán majd azokat később a műteremben dolgozzuk át egy komplett képpé, egy komplett alkotássá, vagy dönthetünk úgy, hogy fotókat, esetleg videókat készítünk a tájról, amerre járunk, és ezekből a fotókból és videókból fogunk később egy alkotást létrehozni, sőt, akár emlékezetből is dolgozhatunk, kiegészítve a születendő képet a fantáziánkból létrejövő gondolatokkal, tehát az emlékeinket és a fantáziánkat dolgozzuk ilyenkor össze, illetve ezt a négy említett opciót össze is kombinálhatjuk, és mindegyik elemét tetszőlegesen variálva használhatjuk alkotásra. Azonban nagyon fontos, hogy a tájat átkonvertálni festményé, ez egy nagy lépés és egy komoly dolog, ami számos problémát hordoz magával. Sok esetben nem mindig sikeres az ilyen konverziót. Megvannak ennek a megfelelő szakmai mesterfogásai, hogy hogyan kell kiválasztani azt a tájat, amit meg szeretnénk festeni ahhoz, hogy az jól mutasson egy képen. Sőt, abból a tájból azt a részletet, amit a festményen szeretnénk ábrázolni, azt hogyan kell eldönteni, hogy melyik részét a tájnak, melyik részét válasszuk ki. Aztán hogyan alakítsuk át ezt a kiválasztott részt úgy, hogy a festményen jól mutasson. Tehát itt komoly komponálási munka vár ilyenkor ránk. Továbbá az is egy feladat, hogy egyáltalán mi az, amit láttathatunk a képen, mennyire menjünk bele részletekbe, és milyen részleteket kell elhagyni, hiszen mindent nem lehet mindig megmutatni. Tehát egészen máshogy néz ki egy fotó, vagy a valóság, illetve egy festmény, más kritériumaink, elvárásaink vannak mindegyikkel opcióval szemben. Mi ugye festményt szeretnénk alkotni, tehát ennek a módjait kutatjuk, hogy hogyan tudjuk a valós tájat leképezni festménnyé úgy, hogy ez egy csodálatos és tökéletes alkotás legyen, mind esztétikailag, mind kompozíciós szempontból, színtani szempontból, illetve akár művészeti értékeket figyelembe véve. Erről szeretnék majd a következő online tanfolyamomban beszélni, és ezt szeretném megtanítani, ezeket a tippeket, trükköket, technikai fogásokat, amiket az ilyen planner festéssel, illetve a tájkép festéssel kapcsolatos tapasztalataim az évek alatt összegyűltek. Továbbá fontos, hogy a tanfolyam nem csak arról szól, hogy a szabadba kell kimenni és hogyan tudunk ott festeni, hanem akik csak anyagot szeretnének a szabadban gyűjteni és inkább szívesebben dolgoznak a műterembe, ők is meg fogják kapni a megfelelő instrukciókat, a megfelelő módszereket ahhoz, hogy ezt hogy tudják sikeresen megtenni. Tehát ezt szeretném majd a következő online festő tanfolyamomban bemutatni nektek, és ehhez fantasztikus segítségemül lesz ez a csodálatos írtáj, hiszen most ugye a mesék, a legendák földjén vagyok, a Smaragd szigeten, ahol minden sokkal zöldebb, mint otthon, a fák nagyobbak, a fű zöldebb, mindenhol tehenek, állatok, magányos kőházak, várak, várromok, régi ősi templomok, és még egy tengernyi sok csoda vár minket. Itt nagyon sok a téma, tehát fogunk festeni ír utcaképet, ami különleges a maguk érdekes épületeivel, különleges, amit láttatok a videóban, az üzlethelyiségeknek a csodálatos részeivel. Fogunk festeni folyót, ódon hangulatú kőhíddal, váromot, várkastélyt, illetve magányosan álló farmépületet legelővel és fákkal, erdővel, tavat. Tehát többféle téma van, hogy pontosan mit fogunk megfesteni ebben a pillanatban, amikor ezt a videót mondom, még nem tudom, hiszen mondtam, hogy egy hónapig leszek még itt, és ez alatt az egy hónap alatt fogom megkeresni a megfelelő témákat, és bemutatni nektek, de ígérem, hogy
Már most nagyon jó témákat találtam, és ígérem, hogy ennél még csak jobbak lesznek, amiket már most gondolok. De egyébként már most látok annyi témát, amiből egy tanfolyamot ki lehetne hozni, tehát 8-10 oktató videóra elegendő témát láttam most csak az elmúlt egy nap alatt. De valószínűleg, ahogy itt nyúlik hosszabbra az itt tartózkodási időm, akkor még több témát fogok találni. Úgyhogy téma lesz bőven, tehát és nagyon izgalmas dolgokat fogunk festeni. Úgyhogy az ír tájból fogom ennek a tanfolyamnak az anyagát meríteni, itt fogom Írországba leforgatni a tanfolyamhoz kapcsolódó videókat, és ezt fogom vinni nektek haza ajándékba Magyarországra, mire hazaérek, akkor fog majd november hónapban, 2016 novemberében elindulni ez az online tanfolyam. Szeretettel várlak mindannyiótokat, hogyha ide kattintotok itt jobbra fönt, most nektek ugye a bal kezetek bal felső sarokban, nekem itt a jobb kezem fölött a sarokban megjelent ez a kis piros négyzet, hogy azzal a felirattal, hogy kattints ide. Ha ide kattintotok, akkor eljuttok a tanfolyamot bemutató oldalra, ahol végignézhetitek, hogy mi minden lesz a tanfolyamon, ezt nézzétek meg, olvassátok el, illetve mindjárt jelentkezni is tudtok, hogyha érdekel titeket. Szeretettel várlak titeket, fessük meg együtt Írországot. Sziasztok!